A bátaszéki ifjúsági fúvószenekar fellépésével vette kezdetét az idei első nyárköszöntő rendezvény a bátaszéki Bézikheim játszótéren. A program részeként zsibvásárt is tartottak, meg unt már nem használt ruhákat, eszközöket, játékokat árultak a placon, de nem csak az anyukák álltak ki eladni használt tárgyaikat. Kálózi Lídia még csak 10 éves, de legalább olyan ügyesen árult a portékáit, mint felnőtt társai. Kb. 2-re érkeztem ki árulni, nagyon sokszor jöttek vevők, élvezem ezt az árulást, hát nagyon izgalmas. Azért árulom, mert mi nyáron megyünk Orfű Fishingre, és oda pénzért, meg hát mamuszt árulok, hajpántot, gyurmát árultam, barbit, hát jól megy, már nagyon sok pénzt kaptam. Érte, és többen is jönnek nézelődni. Valaki nőek már le is akcióztam. Jankovics Farkas Júlia és családja éppen ezen a hétvégén látogatott el bátaszékre. Mi mamánál vagyunk most itt, és egy kicsit kilógunk a sorból, de nagyon örülünk neki, hogy ki tudjuk használni kicsit aktívan az itt töltött időt. 2,5 éves gyerek nem mindig dönti el, hogy mit fogunk csinálni, de nagyon élvezi, hogy végre jó idő van, és kint lehetünk, és nem esik az eső, úgyhogy mindent kipróbálunk. Az ugrálóvár már van, dinos csillantettoválás, úgyhogy nagyon boldog. Kongrácz György 3 gyerekkel érkezett ki a rendezvényre. A vidékről jöttünk mi is el, Facebookon láttuk, hogy van ez a rendezvény. És ezért jöttünk Ezekszárról, voltunk 3 gyereket magunkkal. Most éppen itt az ugrálóvárra várnak, meg az előbb ők vásároltak ott a kislánynál, meg már volt a tetováláson is. Itt azért csak-csak ismerkednek is a gyerekek is. Meg így főleg, hogyha ingyenes, mint ez az ugrálóvár, és itt a gyerekek is jobban el vannak, nem csak a játszótérnek a játékaival tudnak játszani. Ma egy kicsikét próbáljuk kárpótolni az embereket az elmaradt bátaszéki gyermeknap miatt. Ugye a rossz idő egy kicsikét azt elvitte, illetve az eső és a szél. Úgyhogy a mai alkalommal készültünk mindenfélével. Itt volt már a bátaszéki ifjúsági fúvószenekar Kolozsvári Gábor vezetésével, de hamarosan lesz egy jó kis Best Street Team mozgásművészeti bemutató. Aztán nem sokára érkeznek a Csigabiga Alapítvány kutyaterapeutái, de Kovács Gábor zenészénekes hangszerkészítő is itt van velünk, aki háztartás hulladékokból készít a gyerekekkel és a gyerekeknek különböző hangszereket. Ezt érdemes mindenféleképpen kipróbálni, de van itt ingyenes ugrálóvár, csillámtetoválás, és hamarosan még a Grimaszk Páp Színház előadását is megnézhetik. Nem csak a kicsik, hanem minden ide érkező bátaszéki és környékbeli. Még 3 héten keresztül minden szombaton készülünk valami jó kis tartalmas programmal különböző helyszíneken. A nyárköszöntő rendezvénysorozat következő 2 eseménye a Város Tájházában lesz. Ugye felújították a tájházat, és szeretnénk újra egy kicsikét kinyitni és népszerűbbé varázsolni, hiszen az elmúlt 2 évben ugye nem volt lehetőség a látogatására. Úgyhogy jövő héten tartunk egy ilyen tematikus napot, amikor a bátaszéken élő nemzetiségek mutatják be a saját kultúrájukat a szobáikban. 14 órától tehát találkozhatnak a németekkel, a székelyekkel és a felvidékiekkel, és szintén felvidékről érkezik bátaszékre egy kedves régi ismerősünk, Gál Tamás a színházával, aki a Nagyidai Cigányok című előadást fogja megtartani a barátai segítségével és közreműködésével a tájházban, és természetesen készülünk egy kis finomsággal is, méghozzá bátaszéki tejfölös borsos kaláccsal kínáljuk meg a hozzánk érkezőket. A 25-i hétvége a szombat, az a múzeumok éjszakája. Ehhez csatlakoztunk, szintén a tájházban leszünk, érdekes bátaszéki helytörténeti előadással, illetve Balázs Kovács Sándor sárközi témát feldolgozó könyvének a bemutatójával is készülünk, és ott az este zárásaként egy jó kis jazzes Daniel Sperr Brass koncert lesz. Június 2-án pedig a piac téren lesz egy nagyobb volumenű városnapi rendezvény, ahol gyerekek és felnőttek egyaránt jól érezhetik majd magukat. Thank you.